Terroroszország inváziójának 926. napján újból a Vuledár környékén zajló eseményekről számolunk be. Itt az oroszok merész támadást indítottak Precsisztivka ellen, amely taktikai szempontból kulcsfontosságú település mindössze 10 kilométerre Vuledártól. Az oroszok itt nagy erők gyűjtöttek össze egy nagy szabású támadás kivitelezéséhez. Mindkét fél tisztában van azzal, hogy az ezen a területen zajló akciók jelentős hatást gyakorolnak a Vuledárért folyó csata dinamikájára és összetettségére. Az orosz stratégia célja az ukrán erők bekerítése Vuledárban az észak-keletről és délnyugatról indított összehangolt támadásokkal. Amint azt a tegnapi jelentésben említettük, a harapófogó északi íve a Dombász legnagyobb szénbányája és vagyane ellen irányuló orosz támadásokból állt, a déli támadási irány pedig Precsisztivkán keresztül haladt előre. Precsisztivka elfoglalása után az oroszok itt logisztikai központot hozhatnának létre, és a jövőbeli északi irányú hadműveletekhez itt kellő mennyiségű felszerelést tudnának felhalmozni. Precsisztivka elfoglalása lehetővé tenni az orosz erők számára, hogy támadást indíthassanak novó ellen. Ezzel egyidejűleg a vogyanét támadó oroszok nyugat felé nyomulnának tovább. A terv utolsó szakaszában egy összehangolt támadást indítanának Novo Ukrainka és Vodyane felől Pohojavlenka ellen, amivel befejeznék Vuledar bekerítését. Az orosz hadvezetés már jó ideje készítette elő ezt az offenzívát. Három hónapon át tartott az ukrán állások bombázása Precsisztivkában, tüzérséggel, rakétasorozatvető rendszerekkel, légi és FPV drónokkal. Az orosz tisztek úgy gondolták, hogy a folyamatos tüzérségi támadás elnyomja majd az ukrán védőket és meggyengíti az ellenállásukat. A hosszantartó bombázás azonban elég időt adott az ukránoknak ahhoz, hogy megfejtsék az orosz tervet. Az elsőprő orosz tüzérő arra kényszerítette a precsisztívkát védő ukrán erőket, hogy visszavonuljanak a Kaslahács folyótól északra. Ezáltal a taktikai visszavonulás által az ukránok egy stabilabb, második védelmi vonalat hoztak létre a Beresztova hasadék mentén, novo előtt. Így az ukránok meg tudták erősíteni a védelmüket, ugyanakkor megakadályozták azt, hogy az oroszok a települést a bekerítő hadművelet egyik kulcs állásaként használják fel. A Precsisztivkától északra lévő megerősített állásokba való visszavonulással az ukrán erők semlegesítették a falu orosz elfoglalásából származó stratégiai előnyt. Az oroszok most a Precsisztivkától északra lévő lövészárkokban felőrlő gyalogsági csatákra kényszerülnek, és a falu és Novoukrainsk közötti nyílt mezőkön súlyos veszteségekkel járó harcokra számíthatnak. E magaslat biztosítása nélkül a hadművelet kudarcra van ítélve. Ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy az ukrán védelmi vonal magasabban fekszik, mint Precsisztivka, amely egy vízmosásban található. Ez a magaslati pozíció az ukránoknak teljes tűzellenőrzést biztosít az alföldi mezők felett, ami jelentős taktikai előnyt jelent számukra. A hónapokig tartó intenzív bombázás és a szinte üres precsisztívka ágyúzása után az oroszok egy legfeljebb 12 páncélozott járműből és mintegy 100 rohamosztagosból álló alakulatot telepítettek ide. A várakozásaikkal ellentétben a faluért folytatott csata csak körülbelül két napig tartott. A fő ukrán erők már visszavonultak Északra a megerősített állásokba és minimális védelmi erőt hagytak hátra Precsisztivkában. Ezt a kis ukrán kontingenst szándékosan hagyták, hogy szembeszálljon az orosz támadó csoportokkal, jelentős veszteségeket okozzon, majd visszavonuljon Északra az erősebb állásokba. A területről készült harci felvételeken látható, amint egy orosz drón Precsisztivka felett repül és felvételt készít a már elhagyott ukrán állásokról, Kiemelve a faluban rövid idő alatt elért orosz győzelmet. Az összes művelet eredeti cenzúrázatlan felvételeit megtalálhatjátok telegram csatornánkon is, a leírásban található linken keresztül. Egy ukrán harcos a térségből arról számolt be, hogy az oroszok jelentősen megváltoztatták a hozzáállásukat a támadó hadműveleteikhez. Megjegyezte, hogy az orosz parancsnokság már nem küldi meg gondolatlanul, világos terv nélkül a gyalogságot súlyos áldozatokkal járó támadásokra a fronton. Ehelyett most már gondosan megtervezik ezeket a támadásokat, a front egyes fontosabb, taktikailag jelentős részére összpontosítva. Az oroszok arról is elkezdtek gondoskodni, hogy a koncentráltabb és átgondoltabb támadások indításához szükséges tartalékokkal is rendelkezzenek, ami a kiszámíthatóbb és célzottabb műveletek irányába való elmozdulást jelzi. A katona előrejelzése szerint az oroszok megpróbálják majd módszeresen bevetni a gyalogságot, így támadva meg az ukrán állásokat Precsisztivkától északra. Mivel az ukrán hadvezetés számolt ezzel a lehetőséggel is, válaszul komoly erődítményeket épített a térségben. Ezeket a védelmi vonalakat úgy tervezték, hogy lelassítsák az orosz előrenyomulást, így az ukránoknak döntő időt nyerve a válaszadásra és a kialakuló helyzethez való alkalmazkodásra. Ezáltal szükség szerint megerősítedik a front különböző szakasait, biztosítva, hogy felkészültek legyenek bármilyen koncentrált orosz támadásra. Összefoglalva elmondható, hogy az ukránok felismerték azt, hogy az orkok nagyszabású offenzívát terveznek, ezért a védelmüket ennek megfelelően optimalizálták. Az ukrán erők visszavonultak az alföldről, hogy minimalizálják a veszteségeket, és a fővédelmüket a magaslatokra helyezték át, hogy maximalizálják az orosz támadások visszaverésének esélyeit. A magaslatokat és a jól kiépített erődítményeket kihasználva jelentős előnyre tettek szert a közeledő orosz erőkkel szemben. A Beresztova hasadék körül összpontosuló másodlagos védelmi vonal megtartásával az ukránok összehangolhatják védelmi erőfeszítéseiket, és megerősített hálózatot építhetnek ki a terület körül. Ez a megoldás biztosítja, hogy az erősítés időben megérkezhessen, megerősítve ezzel a teljes védelmet, egyre nehezebbé téve az oroszok számára az áttörés kiharcolását. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.